relatíva sokakhoz jutott el az az előzetes, amit legutóbb készítettünk GVM-mel, egész pontosan 3 nappal ezelőtt, akkor azt a felvételt érthető okokból meg kellett állítanunk, hiszen a felvétel egy bizonyos pontján szétröhögtük az egészet, sem tudtuk folytatni. Most viszont újra asztalhoz ülünk, és megpróbálunk egy picit komolyabban beszélgetni, és hasonló témákat érinteni, mint ahogy akkor is tettük. Szóval, ahogy azt elárultam, mert vendégem GVM. Kezdjünk. A műsor támogatója a Karma 44. Az elmúlt 5 évben a te hírneved azért a sokszorosára nőtt. Így van. Korábban is ismert voltál, egészen kiskorodtól fogva, nem is tudom, mikor álltál először mikrofon elé, de valami tényleg ilyen. 15 évesen volt az első turném, most vagyok 25. Tehát tényleg nagyon fiatalon, 10 éves múlt van mögötted, és mondjuk ennek a 10 éves intervallumnak a második fele volt az, ami még inkább tele volt mindenféle történéssel. Jobb volt az elején, vagy most arra egy boldogabb ember vagy? Ez nagyon jó kérdés, és nagyon szeretem, hogy felteszed a kérdéseket. Az elején azért volt nagyon jó, mert annyira bennem volt még a tűz, a bizonyítási vágy, és az, hogy annyira egy új dolog volt, amit magamévá szerettem volna tenni. Aztán a második 5 évben az volt, hogy például a generációk láttam, hogy növik ki magukat, és akik volt olyanra precedens, hogy az ölemben volt egy kisbaba, utána már áll mellettem a fotón. És nagyon sok ilyen visszatérő dolog volt benne. A második fele az azért szép, mert szerintem azért így a magyar hip-hopban, vagy YouTube popban szerintem ilyen emblematikus lett az egész, hogy én folyamatosan jelen vagyok, és olyan helyekre eljutottam, és olyan embereket megismertem, és annyival tapasztaltabb lettem erre a második 5 évre, hogy ez ebben viszont ez a varázslatos, és az, hogy a következő 5-ben mi lesz, mert látom, hogy ebben az 5-ben már azért nagyon szépen teszem le az alapköveket a következő 5-10-re. Tehát a következő 5 évet hoztad szóba, kétségtelen, és talán ezt te is elismered, hogy az utóbbi 1 év volt itt a legforróbb, tehát gyakorlatilag az internetes, és hát nyugodtan hozzátehetjük, hogy egyébként országos ismertséggel rendelkeztél, de mostanra viszont az elmúlt 1 évben te A-kategóriásnak számítol a hírességek körében. Tehát, hogy ez a mindennapjaidra milyen hatással van. Gondolok itt arra, hogy például korábban is mehettél szórakozni, mehettél a kávéházakba, bárhova, de mára mondjuk én azt feltételezem, hogyha elmentek Edinával akárhova, és csak mondjuk egy kávét isztok meg, akkor is attól kell félned, hogy esetleg valaki lefotóz, kameráz, figyelik minden moccanatokat, esetleg értesítik a bulvárt, ha olyasmit mondtok. Meggondoltabban, megfontoltabban kell élnetek, vagy semmilyen hatással nincs ez a mindennapokban? Nagyon sokat tanított az, hogy bekerültem ebbe az egész sajtóvilágba. Én nagyon tudatosan kimaradtam, azért voltak megkeresések folyamatosan, meg voltak kisebb próbálkozások is, ami után azt éreztem, hogy nem, én rapper vagyok, én zenélni szeretek, én szórakoztatni szeretek, és ezt mindet a színpadon. Szóval, hogy nagyon tudatos volt, viszont azáltal, hogy Edina párom, és szerelmes lettem, tudtam, hogy vállalok valamit, ahogyan ő is tudta, hogy vállal velem valamit. Például itt gondolok az éjszakákra, vagy heti 5000 kilométerre. Minden én hova, azt mondanám, nem, amikor van rá esélyünk, vagy pont az édesapjukkal vannak a gyerekek, vagy bármi hasonló, akkor tud nyilván jönni. Én azt mondanám, hogy ez az egész, ez az elmúlt 1 év, ez így önmegvalósultam, és sokkal jobb emberré tett egyébként, megfontoltabbá, jobb a türelmi limiterem, az annyira... Toleránsabb vagy. Fú, borzalmasan. Tényleg ebben jobb lettem. Megemlítetted Edina nevét, és nyilván az volna az egészséges ebben a helyzetben, ha Edinának tenném fel a következő kérdést, de mivel ő nincs itt, ezért mégiscsak neked fogom ezt a kérdést szegezni. Hogy látod, Edina megtalálta azt a boldogságot melletted, amit mondjuk korábban más mellett nem? Nyilván ő tudná erre megmondani tökéletes választ, de csak érzed, hogy úgy érzed, hogy ő most boldog? Én úgy érzem, hogy most boldog, és azt látom, amikor ébredünk, amikor lefekszünk, hogy igen, hogy boldog, és én is boldog vagyok. Szóval szerintem boldogak vagyunk. De ez az ő tisztje megmondani, nyilván. Hogy... Sem a te ex kapcsolatodban, sem az Edina ex kapcsolatában nem akarok turkálni. Egy soft kérdést engedj meg ezzel kapcsolatban. A Edina volt párjáról, van szó a Csutiról, hogy nyilván a sajtóban lehetett követni jó darabon azt, hogy milyen viszonyotok van egymással. Nyilván egy ilyen helyzetben nagyon nehéz azt mondani, hogy mondjuk baráti viszony legyen köztetek, ez nem is elvárható. De amióta a sajtó nem közvetíti a kettőtök kapcsolatát, azóta volt-e köztetek mondjuk egy telefonhívás, egy beszélgetés, és hogy tudtátok-e már a helyzethez képest normalizálni ezt a kapcsolatot a Csutival?
Figyelj, Robi, én erről soha nem nyilatkoztam meg. Én azért ebből nagyon kimaradtam. Az, hogy kijött bármilyen cikk, vagy bármi ilyesmi erről a dologról, az nem az én művem volt, szóval én teljesen elszigeteltem magam továbbra is. Viszont most ezt ki tudom neked jelenteni, és akkor itt most nyilatkozom, hogy egyébként én úgy gondolom személy szerint, hogy egészséges a viszony, jó viszony van. Szóval ilyen egészségesen jó a viszony, inkább ezt mondanám. Tehát akkor azt úgy nyugodtan kimondhatjuk, hogy normalizálódott. És igen. Tehát tökre tudjátok kezelni azt a dolgot is, hogy akkor ki van a gyerekekkel éppen. Ezt ők kezelik külön, jó. Ugyanúgy, ahogy én is kezelem, szóval, hogy ezt ők tudják, de egyébként működik minden, és szerintem normalizálódott. A múltkor, amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, most megint megpróbáljunk picit balba tenni nézőket, azért ne maradjanak le. Volt a beszélgetésünk egy pontja, és az volt az én hibám, hogy nagyon korán elhoztam ezt a pontot, mert itt siklott ki valami, tehát itt volt, amikor nevetésbe és röhelybe fulladt az egész történet. Volt egy pont, amikor arra céloztam, és ide most megint el fogunk érkezni, hogy te korábban azt mondtad, azon a beszélgetésen, azon beszélgetés alkalmával, hogy téged azért kerültek el egyébként a konfliktusok a zeneiparba, mert hogy te egy egyenes csávó vagy, aki mindig kimondta azt, amit gondol, és ezért soha nem voltak ilyen mély vagy hátsó konfliktusai különböző emberekkel, vagy nem ez volt a jellemző, inkább fogalmazzunk így. És akkor én azt kértem tőled, hogyha ilyen egyenes srác vagy, akkor én mondok neked pár nevet, és hogy akkor róluk mondod az őszinte véleményed, de így jutottunk el Azaliához, mert próbáltam egy zenész, próbáltam egy internetes tartalomkészítőt mondani, és ugye Azaliáról tudjuk, hogy elmondtad a véleményed, hogy volt egy ügy, ami benne sértettséget hagyott, vagy sértettséget okozott, és csak azért hozom be, hogy aki esetleg nem látta, az meg tudja nézni, beteszem egy linkbe a leírásba azt az előzetes, ezt nem mutassuk meg még egyszer, ez egy majdnem 5 perces videó, ott értesület róla, és hogy Azaria egyébként reagált erre a történetre, legalábbis... Tényleg? Hát az újságok azt írták, hogy a kommentelők szerint egy neked címzett bíffel reagált. Van bíffem? Igen, szándékosan, adásért szándékosan nem beszéltem neked erről, van hogy őszinte reakció legyen. Ugye az történt, hogy nem kommentálta, de a saját dalszövegéből egy idézetet tett ki Insta Story-ba, és ez a dal egy bíffnótának a részlete. És a kommentelők hívták fel a figyelmet, igen, a kommentelők hívták fel a figyelmet, hogy ez neked lehet válasz, és hogy ez valószínűleg ez egy 2 hónapos dal egyébként, hogy ez GDM-nek íródott, és tökre illik egyébként a leírás arra, amit te itt elmondtál, hogy telefonon keresztül a tiszteletre appellálva kérted őt, hogy maradjon ki a dolgaitokból. Ha megengeded, akkor ezt most bejátszanám, és akkor döntsük el együtt, hogy vajon magadra is mensz ebbe a bífbe, vagy nem. Akkor a 2 hónappal ezelőtt már bemarta. Ezt majd eldöntjük. Indítom. 9. Most ez megtörténik? Ez tényleg megtörtént, hogy Azariától kaptam az első bifet? Hát nézd, az az igazság, hogy amikor ez az egész történet ugye kijött, akkor ezt a nagy magyar hírportál gyakorlatilag áthoz ég átvették, mindenki beszélt róla, és akkor nyilván mindenki figyelt, hogy ő erre reagál-e valamit. De ő nyilván el akarta azt, vagy azt akarta sugallni, hogy ő már annyira menő, hogy ő már nem nyilatkozik rólad, hanem ő csak idézeteket tesz ki, mert ő művész. És a művészek azok, hogy éljenek. És akkor vagy ő, vagy az apukája ezt kitette. De mindegy, figyelj, én azt mondom neked, és én erre biztatlak egyébként mindkettőtöket, hogy találjátok meg a békés utat. Tehát, hogy ő is Robi, nem tudok rá haragudni. Nem is szabad. Nézd rá a formára, Robi. Nem, a formájában lehet. Szerintem... Férfi szerintem... egy lányjal nem vesz össze. Nem tudunk hölgyekkel összeveszni. Lehet, hogy tradícióból fakad ez nálunk, de mi lányokkal nem veszekedünk. Szóval innentől kezdve nem tudok mit kicsit csinálni. Kicsit erős megfogalmazás, de tényleg nem akartam de azt, hogy ebből így tovább gondoljátok. Nem, nincs ezt tovább viszont az tök jó, hogyha egyébként, mert azt azért mondjuk el az a nézőink számára, akik mondjuk nincsenek otthon a hip-hop világában, akár legyen a strap, akár legyen az old school régi vonalas stílus. Hát az, hogy vannak összetűzések, vannak beszólogatások, ez nem nagy képviség. Ez jó. Ez a műfaj. Ez hozzátartozik. Vele van. Így van. És egyébként, hogy elvarjam ezt a szálat az Azariával, azt azért tegyük hozzá, hogy nem csak ellentétek vannak köztetek, mert ezek voltak egyébként az ellentétek, hanem vannak közös dolgaitok is. Mindkettőtöknek volt olyan műgye az elmúlt időszakban, ami uralta a sajtót nagyon hosszú ideig. Ugye te neked egy szépségkirálynővel, neki meg azzal a vécés csajjal, akiről egyébként először azt hittem, hogy a Hihetetlen magazinból az UFO szakértő. Mert a tiszteletet ki kell érdemelned, nem kérned kell testvérem. De tényleg nem bántos volt, tehát hogy ez nem egy jó, tartalomgyártók. Itt mondok azért több nevet is. Jó. Hogy nem tudom, hogy mennyire van időd egyáltalán internetes tartalmakat, véleményvezéreket. Nagyon nem vagyok benne jártas, ez az én szegénységi bizonyítványom.
Lakatos Levente, nála voltál meg? Igen, igen. Ő egy nagyon kellemes csalódás nekem egyébként. Nagyon kellemes csalódás. Igen. Róla egyébként mi volt a prekoncepciót? Hogy elmész hozzá, és mondjuk nem a te stílusod lesz, olyan kérdéseket tesz fel, ami mondjuk téged zavar, idegesít. Mit gondoltál róla? Én úgy gondoltam, egyébként én nagyon egy olyan csávó vagyok, aki bárkivel megtalálja a közös hangot azért nagyjából. És úgy nálam mégis volt az bennem, hogy lehet, hogy két különböző nyelvet beszélünk. Aztán úgy végül is így a beszélgetés végére, és amikor így kikapcsoltuk a kamerát, elkezdtünk beszélgetni, az a fiú az tényleg értéket képvisel, ezt gondolom róla. És nekem egyébként a személyes tapasztalataim azt mutatják így vele szembe, hogy egy jó gyerek. Tehát abszolút pozitív. Abszolút, persze. Na, ennek viszont örülök. Osvágy Zsolti, ő szintén hasonló a Lakatos Levente, jóval hamarabb kezdte a beszélgetős műsorokat, de ő egy picit más stílusban tevékenykedik. Nála nem voltál vendég, ha jól tudom. Nem. De egyébként nekem úgy, ő például nagyon nem szimpatikus. De van mire alapoznod? Volt abszolút benne? Nincs, és nem is akarok előítéletes lenni, mert nem, tényleg nem az a srác vagyok, itt van példának a Levente. De így van egy ilyen unszimpátián felé. Nem de az nem lehet, csak is pont ezt akartam kérdezni, hogy akár csak a Levente esetében, lehet, hogy a személyes találkozáskor meg ezt több pozitívot. De az abszolút, hát én nyitott vagyok erre, most arról beszélek, ami jelenleg van bennem. De most így belenéztem a műsoraiba, és így kinyomom az összeset. Szóval, hogy így nem kötött nem, le. Nem az én világom, most ez ízlések és pofonok, hát mindenkinek rá. Dancsó Péter. Mondjuk, hogy nem feltétlenül... Á, vele volt izém, azt láttad, amit kiraktam róla egy fotót? Nem. Ő is ebből a vihar időszakban csinált egy videót. Igen, azt akartam, hogy nem is konkrétan véleményformáló is, de ő többnyire ő poénból csinál ezeket a dolgokat. Igen, de na, ő az a csávó, akit nem tudok komolyan venni. Tehát őt nem tudod komolyan venni. Nem jól lehet. Értem, hogy vele a viszonyod nem felhőtlen, akkor ezek szerint? Nem, én egyébként bírom. Szóval, hogy na, ő viszont az a csáv, akinek bírom a videóit. Hogy tényleg csinálj videót, és én be tudok rajta görcsölni a nevetést. Hogy hát ez. Most, és úgy mondom ezt, hogy már több videójában is volt mondjuk szó rólam. Őt nagyon bírom, őt nem tudom komolyan venni, hogyha belém áll. Röhögök, vele röhögök, érted? Ez a legjobb szó rá. Jó. És hogyha mondjuk válaszolok neki, vagy bármi hasonló, akkor tudom azt, hogy ő is tud rajta röhögni, hogyha jót mondok, és ez tök jó. Akkor ennyit a különböző emberekről, akikről véleményt kértem, és akkor ez egy tök jó pont arra, hogy átkössek egy másik témához, ami érdekelt volna veled kapcsolatban. A kritika, ami téged a kritika, hogy te azt hogy tudod kezelni? Bár itt a felvezetődből, ahogy most a Dancsóról nyilatkoztál, én azt képzelem, hogy viszonylag jól. Hogy viselnek meg, vagy miként viselnek meg téged azok a kommentek, amik mondjuk bántóak akarnak lenni? Tudsz ezen még álmatlan éjszakákat elődízni magadnak? Nem, de soha nem is tudtam. És nevetni, amikor például azt írják, hogy neked hamarabb volt meg az A8, mint a 8A? Hát ezek nagyon jók. Hát ez király. Ezen, aki nem tud nevetni, az nem tudom, hogy milyen ember. Hát annak nincs élete. Hát akinek van egy kiegyensúlyozott élete, és boldog ember a Földön, és valaki mond egy ilyet, hogy hamarabb volt meg a 8, vagy mi az, hogy A8, mint a 8A, hát ezen önirónia. Hát akkor az önirónia, az rendben. Abszolút, hogy ne lenne rendben. Szóval, hogy ez működik. Viszont van egy ilyen szokásom, hogy az oldalaimon, a saját platformjaimon, ott nem vagyok hajlandó eltűnni. Szóval, hogyha egy GVM oldalon vagyunk, ott én nem akarom látni azt. És ez nem azért, mert bántja ezeket. A mocskoló kommenteket törölteted? Igen. De egyébként az már... A mocskolót, nagyon jó szót használtál. Oké, ezt itt álljunk meg, itt ragadjunk le, mert nekem itt nagyon sok képmutatással volt már dolgom. Tehát a legtöbb, akár véleményvezér, akár tartalomgyártó, akár egyébként közismert személyiség, a legtöbb azt állítja, hogy ő szabad véleményformálásnak ad teret, és a 99%-a az mind szelektálja hozzászólásokat, és csak a legjobbakat hagyják ott, meg a nagyon-nagyon gyenge kritikákat. Ezzel ellentétben te tök őszintén vállalod, hogy ami számodra már túl megy egy ponton, te azt törölteted. Azt törölteted. Tehát ilyen téren, hogy mondjam neked, nem a véleményszabadságot támadod, hanem azt gondolod, hogy az egyénnek a mocskolásának is van határa a véleményszabadságon. Figyelj, nagyon egyszerűen elmondom neked. Én, hogyha csinálok valamit, vegyük ezt az Azaria sztorit, lejött számtalan cikk, különböző oldalok vannak rá, hogy lehordjanak. Tök jó stím, el van fogadva. Viszont az én oldalamon ott nem látom szívesen. Teljesen megértem. És ennyi. Viszont most beszéljünk mondjuk egy videóklipnél, ha azt írják alá, ez a zene szar. Jó. Ezt el tudod fogadni. Megint csak a véleményed érdekelne, viszont most egy olyan témával kapcsolatban, amit az előbb fejtegettünk. Ez pedig, hogy meddig mehet a szólásszabadság, és mikortól gyalázás, és hogy ennek szabad-e teret engedni.
Az elmúlt napokban robbant szintén egy másik hír, miszerint Schobert Norbit és a családját évek óta egy csoportba mocskolják. És akkor ennek most úgy döntött Norbi, hogy véget akar vetni, és nagyon sokan állnak mögötte, hogy ezt nem szabad Magyarországon megengedni, meg sehol egyébként nem lenne ennek szabad teret adni, hogy névtelenül, kamuprofilokról, folyamatosan éveken keresztül valakinek a magánéletébe turkáinak mocskolják, gyalázzák, hogy te ez, neked erről mi a véleményed? Amikor az álprofilokról próbálnak mások családi életébe beleavatkozni, és azt el lehetetleníteni. Én nagyon egy olyan ember vagyok, hogy én nem szeretem a szabályokat. Szóval, hogy ez egyfajta korlátozás, szóval szabályokat hoznánk be, vagy hoznának be, viszont az, hogy családot lejárassanak és mocskoljanak, és bármi hasonló, abszolút támogatom, és igaza van a Norbinak. Hogyha van véleménye valakinek, vállalja fel az arcát. Tehát akkor te azt az álláspontot képviseled, ha jól értem, hogy pacekba bárkiről mondhasson el bárki bármit. Persze, semmi baj nincs vele. Hogy állé mögé bújva, lekövetetetteni mocskoljon, arra te is azt mondod, Max annyi, hogy nem reagál rá az illető, akit mocskolnak. De tudja, hogy ki volt. Ennyi jog megjár mindenkinek. És én ezt abszolút támogatom, igaza van a Norbinak. Világos. Beszéljünk egy picit a jelenről. A tegnapi napon, és ezt egy picit zavaró lehet a nézőknek, hiszen szerdán kerülünk majd adásba, de most a felvétel napján, a tegnapi napon a kisfiadat is felvitted a színpadra, veled volt. Igen. Mostanra olybár tűnik, hogy egyre inkább kezd az egész vihar, ami körülöttetek volt, lenyugodni. Így van. Hála jó Istennek. Ez a gyerekekre is pozitív kihatása? Abszolút. Abszolút. A kisfiam annyira élvezte most a felvétel, nem pont az látszik, hogy így belém bújik, és már nyilván megjelentek itt is a kommentelők, hogy altatás időben miért nem otthon van a gyerek. Egyébként táncolt végig a színpad szélén, és egyszerűen mutatta, hogy apa, jönni akart hozzám. És felvettem az és belém bújt a fiam. És akkor erre írják azt, hogy nem élvezi a gyerekem. Azért, mert belebújik az apjába. Ezt azért jegyezzük meg, hogy a te buliaid egyébként arról híresek, hogy egyébként mindenféle tudatmódosítótól mentesek. Így tehát, hogy ezek nem ezek a nagy vadrapper bulik. Tehát, hogy a legutóbb, amikor voltál egy podcast felvételen, pont a Lakatos Leventéről, akiről korábban a véleményedet is kérdeztem, akkor erről részletesen beszéltél, hogy te ezeket a dolgokat, ha nem is azt mondom, hogy megvetetted, de ezeket te kikerülted mindig, és te nem éltél ezekkel a dolgokkal. Abszolút, de egyébként meg is vettem. Én nem szeretem. Meg is vetted. Ezt üzened azoknak is, akik téged hallgatnak, vagy akik felnéznek? Abszolút, rád? Abszolút. És van egy csomó dalszövegemben, és az újban is van. Például, hogy szevasz, szöcskös, tarts meg a blantot, meg ilyenek. Szóval, hogy nem kell. Nekem nem kell, és ne kelljen nekik se. Mert ha jól látom, és ez az én személyes véleményem, te azért úgy nagyban átvetted az amerikai rap kultúra minden egyes stimmáját, és minden egyes részletét. Szeretem. De akkor ezek szerint az a te üzeneted, hogy anélkül is átvehetsz mindent, ami odakint vagány és menő, hogy mondjuk vele együtt hoznád azt a mocskot is, ami nem feltétlenül a stílus része, sokkal inkább a lecsúszottsággal jár együtt. Abszolút így van. Én 15 évesen befutottam, Robi, nekem muszáj volt annyit leszűrjek az a példaképekből és azokból az emberekből, akiket látok ott, hogy ahol én szeretnék majd egyszer lenni, muszáj volt leszűrjem azt, mire van szükségem és mire nem. Meg kellett önvalósulnom, és ez több karakterből van. Ez van az ügyvéden keresztül a bűnözőig, a zenészig, a vloggerig, a mindenkitől valamit elsajátítottam, és ebből lettem én az, aki. És ez ugyanaz. És hogyha lehetséges valamire buzdítani a fiatalságot, az igenis a józanság. Hogy megy most a GVM Music Production? Nagyon jó, hála jó Istennek. Arra voltam kíváncsi, hogy milyen hatással volt ez a hírverés, ami mostanában körülvesz téged. Hiszen te is mondtad, hogy a sajtóvilágában te korábban szándékosan nem léptél be, most viszont veled van talán a sajtó. Ez megmutatkozik a számaitokban is? Nem. Abszolút nem. Buli számban sem mutatkozik meg. Tehát nem lett több, hanem ugyanaz a számstagnál. Stagnáltok. De ez a stagnálás, ez nálad egy nagyon erős szám, én azt gondolom. Abszolút. Abszolút. Hát bármilyen klipem kijön, az trendingben első, és ott jöhet akárki. Szóval, hogy ez matek, és én ezt mondtam az elején is, hogy nem egy produkció nélküli celeb vagyok, akit darabokká lehet szedni. Nagyon sokan ezt hitték. Aki 10 éve tudatosan épít valamit, és mögöttem van tartalom attól, hogy én nem mentem be a tévébe,
hogy hú, be tudtam kötni a cipőfűzőmbe, nem egy ilyen csávó voltam. Nagyon sokan ezt hitték, amikor megjelentél Kulcsere Dina oldalán, akkor egy olyan közeghez is eljutottál, aki mondjuk korábban a zenében téged nem követett, mert már zenei ízlése van, de például Ledinát a női dolgai miatt, vagy akár csak a társága miatt követte. Ezek az emberek sorra előálltak ezzel, hogy te most gyakorlatilag az Edina farvizén próbál szevezni, hol ott mindannyian tudjuk, hogy már előtte is megvoltál. Na, a kérdés az, hogy amikor bekerültél ebbe az új világba, ami számod úgy volt, értem a sajtóra, meg a tévében minden napos szereplés, nem az átlag kommentelő, hanem a média munkások reakciója érdekel, hogy náluk is azt érezted? Vagy ott mindenki ismert? Mindenki ismert, és mindenki úgy fogadott, és mindenki akkora áhítattal beszélt a dolgaimról, és tényleg azt éreztem, hogy hálás mindenki, hogy ott vagyok, és mindenki, hogy nagyon megtisztelő, és köszönjük, és hogy már itt volt az ideje. A TV2-n fogsz hamarosan szerepelni. A műsor részleteit még nem tudom, hogy szabad-e firtatni, nem is fogom most egyelőre. Inkább a kérdésem az, hogy hogy érzed magad ebben a közegben, a TV-s közegben? Nagyon jól egyébként. Mindenki jó fej, mindenki ismer, mindenki tudja azt, hogy ki vagyok, mi vagyok. Igazából ez a tévénézők, akik még nem ott tartanak, és nem fejlődtek szerintem a világgal, azok az emberek, akik mondjuk nem ismernek. Akik nem nyitottak elég az újdonságokra, vagy? Igen, és egyébként ez nem probléma, hogy ezt értsem meg mindenki. Én sem jutottam el senkihez. Én Azariát például, most már mindegy, maradjunk nála. Én szerintem ebben az évben tudtam meg, hogy létezik. Mert nekem az öcsém mondta a Gino-kkal, hogy nézd meg ezt az új srácot, ez tök jó. Mert hogy ő csak a zene révén jutott el hozzád, és került a figyelme középpontjába. Persze. De a YouTube tevékenységével nem nagyon semmi, de azt sem tudtam, hogy kicsoda. Nem, és ez nem az ő bizonyítványa, hanem az enyém. És ezzel nincs baj, ez egy tök szerintem jó dolog. Ez nem szegénységi bizonyítvány, egész egyszerűen az érdeklődési körödben nem vágott bele az általa gyártott tartalom. Tehát azt gondolom, hogy ez még csak így ebben a formában nem is tartom, ez semmi negatív volt. Attól függetlenül, Robi, hogy azt mondják az emberek, hogy vannak olyanok, akik nem ismernek, tök jó, hogy van olyan. De nekem ott van a YouTube összesített megtekintésem, ami csak szóló GVM Music. Arra rálép valaki, az 350 millió lejátszás. 350 millió lejátszás. És akkor ehhez még hozzájön az... Nem kellett a tévé, Robi. Nem kellett a tévé. Nem kell. És a legnagyobb produkciókban te még szintén jelen voltál. Hogyne? Ott van még 300 millió. És a többi. Ott van még 300 millió. Nekem nem kell, Robi. Ezek hatalmas számok. Nekem ez nem kellett. A néző kedvére azért azt tegyük hozzá, hogy manapság egy tévéműsor 20 és 100 ezer között tud nézőket megszólítani. Egy tévéműsor, főműsor időben. Tehát a tévézés nagyon lent van. Nyilván az RTL Klubnak és a TV2-nek vannak kiugró produkció, mi ennek a sokszorosa, de egy átlag televíziós műsor ennyit tud. Ezt összehasonlítva azzal a számmal, amit az interneten tudtok produkálni, azt gondolom, hogy égés fölött. Minden klippem 10-20-30 millió. Innentől kezdve én elmegyek, és velem énekel 10 ezer ember, én azért kezdtem el. Nekem az volt a visszaigazolás. Nem az, hogy a Jóska Pista nézzen a tévé. Engem nem érdekelt. Az, hogy van, ez egy plusz dolog. Egy utolsó kérdést engedj meg nekem, és aztán véget is ér a mi beszélgetésünk, ez pedig a jövőre vonatkozik. Olvastam, hallottam róla, hogy Edinával gondolkodtak azon, hogy közös baba valamikor. Hol áll ez a sztori? Két ember, ha szereti egymást, Robi, akkor minden benne van a pakliba. Hogyha nem lenne erről szó, vagy valamelyikünk úgy áll a dologhoz, hogy akkor az nem lenne őszinte. De próbálkoztok, vagy pedig ilyen spontanitásban hisztek, hogyha nem, én abban hiszek, hogy egyszer biztos, hogy lesz. És akkor erről így maradjon. Biztos, hogy lesz. Hát szeretjük egymást. Működünk, jó a kémia, jó az életünk, nagyon megértjük egymást. A fiúnak vagy lánynak örülni jobban? Amelyik jönni fog, amit Isten nekünk szám. Van fiam is, lányom is, Edina ugyanígy van vele. Nekem csak annyi a lényeg, hogy ne véletlenül se legyen, ha felnő olyan, mint az Aria. Tehát ne az Aria-ra jobbul legyen. Hát tökéletes végszó. Mert megölném magam. Úristen. Legyen ez a végszó. Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nektek a figyelmet. Egy hét múlva újra találkozunk. És nézzetek ránk Spotify-on is. Sziasztok. Tabesz, Alex, én vagyok Robi. Hello, szia, csumi. Köszönöm a sorokat, megkaptam. Azóta is várom, hogy de ez nem keleti, vagy havas benzem a stíl, ne raklak szavasz. Moje, champagne, röha, Dijon, zsömre, burde, pü, alamizom.